Egy egész osztálynyi diák tódult fel a Petőfi buszra Bonyhádon csütörtökön. A különleges tárlaton a magyar költő életét ismerhették meg egy kicsit közelebbről. Az országjáró vándorkiállítás az egyik leghíresebb magyar költő születésének 200 éves évfordulója alkalmából indult útnak. Szeptember 1-én indult a busz Kiskörösről, és hát az a cél, hogy kicsit így Petőfinek a kultuszát felélesszük, és hát így eljutassuk az ő munkásságát minél több településre, és minél több gyerek láthassa és élvezhesse ezt a nem egy szokványos tetőjére, ez a rendkívüli kiállítást. 10 egységünk van fent a buszon, egy ilyen tematikus fal, Petőfi Sándornak a verseivel, illetve a versek által egy ilyen élethelyzete, döntéshelyzete van kiemelve, például a család témája, vagy pályaválasztási nehézségei, vagy ilyen döntéshelyzetei, vagy a vándorszínész karrierje, illetve a forradalomhoz kapcsolódóan is ugye a nemzeti dal jelenik meg, és mindig van egy tárgyfalunk és egy versfalunk, és így vannak érdekességek elrejtve a buszon. Vannak játékos ilyen mozgatható elemek, tehát hogy mondjuk szekrényekbe rejtettünk el információkat, ilyen titkos fiókokba, amiket nyilván be kell nyomni, és úgy jön elő a érdekesség Petőfi Sándorhoz kapcsolódóan, illetve vannak tabletjeink, és azokon relikviák képe ilyen gif formájában jelenik meg. Ott létünkkor a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola 6. C osztálya nézte meg a kiállítást. Én nagyon örülök neki, hogy iskolánk névadójához még közelebb kerülhetnek a gyermekeink, az iskola, iskolába járó tanulók, mert azt gondolom, hogy ez a busz még közelebb tudja vinni őket a Petőfi Sándornak a gyerekkorához, diákkorához, illetve hát nagyon fiatal koron halt meg, úgyhogy az egész életéhez. De azért is jó, mert így akkor ugye nem kell sokat utazni, gyakorlatilag egy 5 perc sétával ide tudunk jönni, és tehát interaktív módon, kicsit játékos módon megismerhetik a Petőfi élet munkásságát. Petőfi költeményeiben is találkozhatunk fantasztikus utazásokkal, hogy milyen országok kerültek egymás szomszédjába, János Vitézben ez. Tatárország, Tarjánország, Lengyelország, India, Franciaország. Azért tartom jó dolognak, mert hát így megismerhetjük Petőfi Sándort, és az a quiz volt a legjobb, amikor itt hátul a buszba kellett 10 kérdésre válaszolni. Az első volt 10/5, a második pedig 10/10. Nekem tetszett az, amit így ki lehetett húzni, és akkor meg kellett mondani, hogy mi az, az a tárgy. Hát még tetszett az, ami ki volt vágva egy ilyen fa, és abban benne volt egy tablet, és abban mutatták a dolgokat, hogy mi. Sokat segít a tananyagban, mert úgy, ha ezt így meg tudják mondani neked, akkor az iskolában nem lesz ennyi tanulnivalód. Gyerekek nagyon élvezik, és nekik így jó is, hogy ilyen interaktív ez a kiállítás, mert ugye ilyen aktivitásra sarkalja őket, és így élvezik, és szerintem viszonylag sok minden ragad rájuk Petőfi Sándorról. Nekünk is az a célunk, ilyen foglalkozásokat tartunk, vagy ilyen kis rövid bevezetőket, amikor érkezik egy csoport, és hogy egy kicsit így közéjük lehozzuk Petőfi Sándort, hogy ne egy ilyen múltbéli elérhetetlen alak legyen számukra, hanem elképzelhessék, hogy így köztünk élhető is. Akkor mondjuk megkérdezzük, hogyha manapság élne, akkor például milyen közösségi felületeken, social media oldalakon jelentetném meg ezeket a portréképeket, és melyeket hol használná fel, hogy Instagramon, Facebookon, így lehozzuk, vagy ilyen maivá varázsoljuk Petőfi Sándort számukra. A Petőfi Emlékbusz idén közel 60 magyar településre látogat el.